Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Szép estét, hello Miska. Ismét itt vagyunk, folytatjuk a Witcher-t. Most már, hát mondanám, hogy nincs sok hátra, de hát ez ugye megint azon múlik, hogy hogyan haladunk. De elvileg nincs sok hátra. De kell egy kis lazítás, hosszú volt a hét, és még van egy nap, ugye. Meg hosszú volt a nap, inkább ez a szituáció. Úgyhogy kell egy kis lazulás. Úgyhogy akkor folytassuk is. Itt van Geralt. És itt hagytuk abba legutóbb. Ha minden igaz. Így van. Itt is vagyunk. Jó, úgyhogy... innen folytatjuk, de hogy is folytatjuk? Nem is emlékszem pontosan, hogy hol hagytuk abba. Ugye csinálgattuk ezeket a side questeket, egyrészt ugye a Grandmaster diagramokat gyűjtögettük. Igen, illetve csinálgattuk ezeket, hú, ez már 7 megvan. Az már jó sok pénzt ad nekünk majd a Camerlengo, de mindegy. Gwentezni nem fogunk, illetve van ugye a Treasure Huntok közül ezek. Jó. Hát, csináljuk ezt, mert ebből azt hiszem itt hagytuk abba. Régen játszottunk már. Hú, itt vagyunk, de miért vagyunk mi itt? Már ide jöttünk. Jó. Na, hol van ez a másik fel... Ó, ez pont a másik vége a térképnek. Hát nem baj. Mert itt a tetején már kitakarítottuk. Hát erre kéne jönni. Meg van ez a rész, hát azért még van itt teendő. Jó. Hát kezdjük el valahol. Esetleg még ránézek, hogy itt ezen a részen van-e ilyen quest. Nézzük meg az úrszint. Hát az ez a része lesz a mapnak. Valószínű. Szóval majd meglátjuk. Illetve nézzük meg a Volvent. Aha, ez meg itt van. Teljesen lent. Jó. Hát akkor ezt fogjuk csinálni. Így van. Jó, és akkor... egyúttal takarítunk is, mármint hogy a térképen, és megnézzük ezeket, ezt a részt. Úgyhogy ide jövünk majd a Fox Hollow-ba, csak kell egy fast travel point. Rócs így föllök. Na, meditálok egyet, csak hogy maxon legyen minden. Esetleg még az inventory-ba benézek, bár olyan sok kacat most, hát azért van, de még fér, úgyhogy menjünk, és csinálgassuk. Hoppá! Hídon kéne menni. Nem állok lekötözködni most. Valamiért valami iszonyat frame droppom van. Várjatok már egy percet. Ránézek, hogy mi lehet. Aha.
Nem tudom. UBS-en nincsen. Csak gépemen is nézem a hálózatot, az is jó. Csak az OBS használ. Misztikus. Jó. Hát valószínű meg fog ez oldódni. Reméljük legalábbis. De az OBS-en nincs. Ja. Valami más lehet az ok. Igen, ezért szaggat a frame drop miatt. Mármint, hogy a hálózat. A hálózati frame drop. Na mindegy. Folytassuk. Hova is kell menni? Nézek egy térképet. Jó. Fúj. Undorító vagy, haver. Na. Megyünk a kérdőjelekhez. Hát úgy néz ki, hogy kisimul a frame drop. Legalábbis reméljük. Hát csak kéne egy jobb router, az az igazság. Mert az internettel nem lehet gond. Hát itt mi van? Beef. Oké. Okay. Opa! Kicsit fölgyújtottuk a fickót. Oké. That was close. You came to my aid in the nick of time. I thank you, friend. Jó, neki kellett segíteni. Oké, szuper, szuper. Jó. Na, hát úgy néz ki, hogy megoldódik ez a frame drop lassan. Lehet, hogy beindult valami update, vagy a jó ég tudja mi. Windowson e fölött neked nincs kontrollod, azt kell, hogy mondjam. Na jó. Oké, hát itt ennyi volt, hogy segíteni kellett ennek a fickónak. Mehetünk tovább. Ez csak így belém lő egyet. Terépítős live. hogy? Mobilneten? Vagy hát... Hát mondjuk, ja... Akár. Faster. De ja, vicces lenne. És akkor most... leállítom az előzőt. És offline. Na jó, meditáljunk egyet. És akkor most koncentráljunk egy kicsit. Ugyanis egy ilyen... bandit camp fog következni. És ez azért a múltkor is nehéz volt. Csak a fene se tudja, hogy hol van itt a bejárat. Talán itt lesz lent.
Hát nézzük meg, hát ha itt erre lesz valahol. Ez valószínű ilyen barlangban van ez a bandit camp. Ah. Volt náluk egy csomó ilyen hát egy kis nyersanyag, meg egy csomó ilyen vászon, meg ilyesmi. Jó, na gyerünk, nézzünk be ebbe a barlangba. Ah, szerintem itt lesz a bandit camp. Nekem van ilyenem. Talált. Mindig is nagyon jól céloztam. Na, most talált. És semmit nem sebzett rajta. Fizik. Eddig jó. Ha még látnék is valamit. Jó, hát gyerünk tovább. Vagy mi? Na gyere! Jó ég történt. Geralt megbotlott egy vakon túrásba. Vagy valami hasonló. Nem baj. Fizik. Ahogy ott is van egy...
Igen, mondjuk ezek a bandit campek ilyenek, hogy... hogy mindenhol banditák vannak. De ahelyett, hogy beszélek, akkor lehet, hogy inkább koncentrálni kéne. Nem, jó lesz. Jó lesz. Most nem tudom, mi történt. Lehet, hogy a kalapács nyéllel találtam. Az is lehet. Végül is egy Witcher csak ennyi. Kicsit meglökött kalapácsnyéllel is. Összeesik. Összeesik, mint a rosszul élesztett pogácsa. Let's dance. Oké. Lehet, hogy a lépcsővel van a gond. Szerintem nem lépcsőn kéne csinálni. Megbotlik, elesik. Jó. Fókusz. És csináljuk. Geralt. Oké. Ki nyíl az? Ja, itt sokan vannak. Ez egyre érdekesebb. Na, most már csináljuk rendesen. Az igen. Mondom, Geralt megbotlott konkrétan itt a lépcsőbe. Megint. Jó, egyre többen vannak. Megint megállt. Egy egész egyszer így megáll. Tessék. Érted, fölgyújtom a csávót, és így észre se veszi. Semmi. Semmi. És megpróbáljuk erre megint. Mondjuk szerintem mindegy. Thank you.
Oké. Okay. És fölrobbant mellette a hordó, és nem halt meg. Mondjuk jól lesebezte. Jó. IDDQD. Hát, vagy egy kis kamilla tea lehet a segít. Jó, na gyerünk tovább. Mert hát sok van még. És mondom, így megakad, meg... Szevasztok. Na gyertek. Gyere. Franzba, nem lesz jó. Fel akartam gyújtani ezt a hordót. Na, itt vagytok-e még? Jó, nincsenek. Akkor hílelünk és meditálunk egyet. Aha, erre újra spónoltak. Hát mondjuk egy. Az mi volt? Ő is megbotlott szerintem. Jó. Itt jelez a térképen egy piros pöttyöt, mindegy. Lépjünk túl. Jó, halottak mindenhol. Ami nem túl jó, de hát ez van. Minket van a kötözködni. Jó, arra megyünk. Igen. Ezen egy kicsit javítunk. Teszünk rá egy kis lőtyöt. Szevasz! Vagy mi? Mondott valamit? Nem figyeltem. Jó. Kis barlang kifele. Oké. Hát lootoljunk egy kicsit. Ó, egy pár diagram. Szuper. Oké, és... Víz, az fontos. Meg volt egy rozsdás kulcs. Az mindig jó, ha van egy rozsdás kulcs. Szerintem ez ezt nyitja. Így van. Na ennyi. Ennyi. Csak fókuszálni kell, és akkor minden rendben lesz. Vagy koncentrálni, mert magyarul úgy mondják.
megint jött itt a Jenő. Nem, ez most nem a Jenő, ez egy másik. Ez egy másik. Remek. Visszatett minket ide, nem baj. Akkor erre jövünk ki. Ti még pont kellettetek ide a nap végére. De az Arondite működik. Hello, sheriff. Hát, van egy-két olyan szám, amiben szerintem húzza a Magnol szalagot, valóban. De hogy direkt lenne, azt nem gondolnám. Na, szunyókáljunk egyet reggelig, hát ha akkor látok is valamit. És akkor... jöjjünk tovább. Hát ide. Ide kéne jönni. És akkor itt át is kelünk a folyón. Na gyerünk. Elvileg a folyónak ezen a partján van. Ha minden jól megy. Jobban lehet haladni itt, mert... itt ugye nem halsz meg, hogyha elkap egy fa. Oké. Mindent értek. Egy napló. Ja, valami kincskereső volt a fickó. Rá is nézünk akkor erre a questre. Ezek ilyen rejtett kincsek. Hát itt van közel, bár 100 lépésnél messzebb van, és akkor ugye nem gyalog kéne menni, de... menjünk gyalog. Gyere.
Jó. Baj van. Mondtam. Igen, egy kicsit... Kicsit ezt rosszul játszottuk meg. Maradjunk annyiba. Most megcsináljuk rendesen. Örömteli látni az, hogy csak 10% frame dropon van network miatt. Az igen. Mm. Oké, Miska, persze 10%-ot már azért nem nagyon látni. Alapvetően. Meg az a szerencs, hogy rögzítem is külön. Úgyhogy ez majd a archívban nem fog látszódni. Hát nálam volt valami. Tudod, ez olyan, hogy lehet, hogy jött egy Windows update, vagy ilyesmi. Simán. Oké. Beadta nagyot. Hílelődni kéne. Fánköp. Kellett nekem a Deathmatch. Fölmérgelni, úgyhogy most már tényleg koncentrálunk. Mellé üt.
Oké. Már csak egy van. Nem jó, ha beakadok. Fene egye meg. Első részben is utáltam ezeket a növényeket. Most se szeretem őket jobban. Hagyd már abba! Most így adta. Beesek. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Az a baj, hogy beesek ide a gödörbe, és akkor így Geralt így teljesen leblokkol, így nem tudja, hogy mi van. Ki néz körbe, hogy hogy kerültem ide. De mondjuk, hogyha beleesek egy gödörbe, lehet én is, de... ezt nem tudom, miért csináltam. Csak nem fognak ki rajtam. Bár... fene se tudja. Tehát semmi esély nincs rá. Undorítóak. Benyomom a cheatet.
Jó. Egy megvan. Átmegyünk itt a Ganédonban. Anyád, hát... Jó, megvan. Megvan. Hát kellett hozzá a Ken, de... Végül meglett. Na, és akkor hol az a kurva kincs, amiért jöttünk? Biztos valami nagyon über... kesztyű, mondjuk. Itt van. Hát nyersanyag. Mindegy. Jó. Haladjunk tovább. És tegyük vissza a questet. Csak hogy lássuk, hogy hova megyünk. Jó. Megmeditálunk egy gyorsat. És megyünk tovább. Farkasok. Troll. Oké. Jó, haver. Oké, útnál egy csomó cucc. Itt a troll meg éppen valami ebédet készített, hát... Szívás. Oké. Jó, menjünk tovább. Ez nincs messze elvileg. Kedvenc Drownerem. Jó.
Itt is egy csomó pénz, bor, rengeteg bor, az nagyon fontos. Meg nyersanyag. Nyersanyag az nagyon fog kelleni. Az új páncélokhoz. Illetve kardokhoz. Jó. Gyors meditáció. Mehetünk tovább. Let's go! Hey, hát szabad ilyet. Okay. Az igen. Kinyírtuk a fát. Oh. Csak ne szóljatok a természetvédőknek. Na. Újra lehet pörgetni a bort. François kereste. Hát. Oké. Na. Menjünk tovább. Nézzük meg itt mi van. Rócs. Ezt jó megvarjátok, de nem baj. Is jó. Na gyere! Ah!
Jóha. Egy elkeseredett ember naplója. Hát valami szerelmes fickóról van szó. Lynx Craig, szerintem azt. Az ővel már találkoztunk ezzel a boszorkánnyal, őt győztük le. Oké, okay, jó. Valamilyen mágikus elixírt akart. Itt meg vannak valamilyen ékszerek. Hát treasure hunt, és akkor ékszereket keresünk. A lényeg, hogy elrejtett itt valamilyen ékszereket. Fickó. És ezt kéne megtalálni. Geralt of Rivia, we are your debtors eternal. Hát jó. Kicsit furcsa volt. De végül is megtaláltuk. Jó. Fort Astre. Szerintem ide jövünk majd később. Nézzük a questet. Na. És akkor most már csináljuk tényleg itt a scavenger huntot. Come on. Nem, vaddisznókkal nem kötözködünk. Nagyon fontos. Itt vanna egy erődítménynek aromjai. Find anything Merton left behind here. Nice. Már megint. Az igen. Fogalmam sincs, hogy mi történik. Ennél a fickónál van valami treasure, egy napló és egy öreg kulcs. Bagettel és Camembert-tel kezdte a napot, ez nagyon fontos információ. Ah,
Egy láda teli arannyal. Tehát itt van valahol egy láda teli arannyal. Jó. Mindjárt megkeressük, csak előbb megpróbálom a... Jó. Megpróbálom megkeresni ezeket a diagramokat. Mert valahol itt kellene, hogy legyen. Ide volt betéve. Jó, akkor ez megvan. Nem kéne leesni. Oké. Okay. És akkor nézzük meg most azt a kincsvadászomusat. Find the treasure. Ha, meg is van. Szuper. Jó, rendben van, mehetünk tovább. Visszateszem a questet, csak hogy nehogy elmenjünk valami mellett. Read the prisoner's notes. Jó. Notes in the journal suggest that straight out of prison, Merton went to the legendary cave. Lebioda was supposed to have hunkered down there once. That's my next destination. Oké, és akkor innen tudjuk, hogy hova kell menni. De mielőtt beugrunk ide, vetlenül. Meg menet közben megnézzük ezeket is. De előbb meditálunk, legyen potionünk. Góliát? Ezt elvileg, ha szemem lövöm... Hát, vagy nem. Beadta a kivégzést éppen. Jó. És visszatértek a lakók. Kösz. Pont erre az infóra voltam kíváncsi. Ha
Menjünk tovább. Ide. Ja, ott van Rócs. Na. Megy a szüret. Nagyon helyes. Ide jövünk. A jó élet ez a hang. Nem tudom, honnan jön ez a hang, de itt van egy fészek, elvileg. RP's got their nest here. Ah, ezt elpusztítjuk. A fickó hogy került a tetőre? Hát a harpiák hozták fel. Jó, ezt ki is lootoljuk. Lehet innen jön a hang. Innen jön ez a hang. Benézek itt az épületekbe, de hát... egyáltalán be tudok. Minden zárva. Zárva. Hát fenn fogalmam sincs, honnan jön ez a hang. Hát mindegy. Menjünk tovább. Ah, egy kontrakt. Akkor lehet, hogy innen. Viszont akkor... egy ilyen borász kontrakt van itt, lehet, hogy onnan jön a hang. I wonder how much a Witcher pays in Texas. Hey ho, Master Witcher. Agyisten. A Witcher. The very one that Duquesa summoned. Guilty as charged. And you gotta be someone who wants something from me. It's like you read my mind. You see. Those caves are like cellars the gods carved out for their own stores,
spacious, dry. Just some monster lives inside him. Boros hordóknak kiváló lesz. Gods be kelted, a soothsayer. So, will you help? Csináljuk. Sure, I'll see to it. For the sizable reward I foresee you giving me. Ez zörög itt. Az igen. Egy sem már. Megoldottuk. Némi kis szerencsével, de megoldottuk. Jó. Úgyhogy akkor gyerünk vissza. Ahhoz, aki adta a kontraktot. Hát, ha kitalálok. Erre. Problem solved. Shalmar that lived in the cave won't pester you anymore. Superb! I've gained a warehouse, and you've gained my gratitude. See you later. Na, most már lehet nyomasztani a bort. Ami fontos. Na, csak sikerül megnyomnom a megfelelő gombokat. Menjünk tovább, de a questtel, ez nagyon fontos, és ránézek a térképre, mert közben már nincs semmi, addig, ja. Na gyerünk! Nem. Nem állunk meg ilyen hülyeségek miatt. Öreg vagyok én már, hogy hülyéködjek. Na, ez elvileg egy barlang. Így van. És itt van valamilyen rejtett templom, vagy kápolna. Eldugott talán inkább. Ez a megfelelő szó. Just like the great beggar described it. Chapel Merton visited must be in the cave. Mi a baj, Gerált? Not right.
Aha! Ez mindent megmagyaráz. Furcsa lett volna, ha csak itt vannak ilyen random mesztelen nők. Ha már ketten vannak, az mindenképp sokat segít a helyzetünkön. Oké. Már csak egy van. Szerencsé, hogy ezek nem válsatolnak. Milyen élvezetes lenne. Ez is megvan. Hát igen, ez... Lehet, hogy meg se történt, csak Geralt halucinál. Baromi jó. Na jó, menjünk tovább. Erről jöttünk. Awesome. Nem, erről jött. Tájékozódási képességeim egy barlangban mindig is jók voltak. Jó, gyerünk erre. Egy kis pénzt. Adok mindegyiknek.
De azok miért ülnek a talajba? Adok mindegyiknek. Last one. Wonder what'll happen now. Hát menjünk tovább, aztán meglátjuk. És az is eltűnt. Jó, szerintem felhílelünk. Aztán menjünk tovább. Jó, hogy ezt kell átkutatni? Nem, szerintem menni kell tovább. Itt van egy repedés. Megtaláltuk a diagramot. Tehát más is megtámadtak itt ezek a különböző állatok. De végül is. Jó, de ment tovább. What? Wonder if it's a relic of some sort. Hagyjuk itt. Ne bántsuk. Na jó, most vissza. Remélem, visszafelé nem támadnak meg ugyanezek. Az biztos, hogy ezek a rovarok itt voltak. Remélem erre kell jönni. Nagyjából erre vezet az út. Igen, igen, erre. Jó. Oké. Na. Jó, hát ez is megvan. Menjünk tovább. Hát, viszonylag jól haladunk. Viszonylag. Meditálunk egy gyorsat. Erre elkezd esni az eső. Tűszamba. Jó. Na gyerünk. Damn it.
Szerintem is. Na. Egy journal. Napló. Mondja már magyarul. Valami szereplőről van szó. Egy, ja, újra akar játszani valamit, amiben az, a szereplő meghalt a színpadon. Túl nehéz. Hát azon aggódik, hogy valószínű nem elég tehetséges. Mondja, most már tudja, mi hiányzik, éreznie kell a szerepet. És úgymond újra kell alkotnia ugyanazt a szituációt a színházba, hát amfiteátrumba. Gyertyákkal, borral. Tehát a bor nélkül nyilván semmi. És mindenki, aki ezt megpróbálta, meghalt. Hát, de... Oké. Tehát gyertya, két üveg bor. Oké, nyilván újra alkotta ugyanazt a szituációt, meggyújtotta a gyertyákat. Ah, és akkor itt a rejtvény. Tehát az első gyertya valamilyen kislány. Hát, vagy fiatal nő. Aki a csatatéren tűnt el. Délbe. A második. Valakinek gyújtja a gyertyát. Aki valami ékszert akar kihalászni a kút mélyéről, de soha nem bukkant elő újra. Soha nem bukkant fel. A harmadik gyertya gyújjon a férnek, aki olyan jóképű volt, mint egy szobor, és olyan hideg is, aki egyedül hagyott a sötétben. Névtelenül halt meg az erdőben, és el is tűnt. Oké, tehát valami fiatal hölgy, valaki, aki a kútmérről akart egy ékszert, meg legyen a férj. A negyedik pedig... valakinek, aki annyira erősen... akkor a nagy tűzzel szerette őt, hogy ez a tűz fel is emésztette. Oké. Az ötödik pedig neked, kedves néző, nem, neked, kedves szeretett hű társam, az én férjem. Itt valamilyen betegség borított le a lábáról. Okés. Na és akkor most már ezzel kigyúl minden gyertya. Oké.
és utána isszuk a bort. Köszi Samhel, lekötelezel. Na jó, de... Honnan fogom tudni, hogy... Mert itt vannak a gyertyák, oké. Okay. Ahogy vannak lábnyomok. Hát mondjuk az alapvetően mindenképp sokat segít. De akkor miért kellett a hókuszpóka rejtvényekkel? Na jó. Akkor kezdjük el. Kell egy backtrack. Jó. Na ez volt az utolsó, mert oda elment meghalni. Oké, ez volt előtte. Ez előtte. Ez még előtte. És ez volt akkor az első. Hát akkor csapassuk. Na. És most inni kell. By drinking wine. Hát akkor gondolom akármilyen bor jó. Hát, de valami jót ígyunk, nem? A rólunk elnevezett bor az szerintem pont jó lesz. Jó, berúgunk. Egy nem elég? Vagy nem ezt a bort kéne inni? Lehet valami quest item van. Ó, igen. Igen, ez kell. Jó. Igen, Samhel, az biztos erős bor. De nem azt kellett innunk, úgyhogy most már biztos ber... Oké. Oké. Na gyere! Hát ezek... Azt mondja bleeding a csontváz. Zseniális. Imádom, imádom. Hova, hova? Jó.
fenébe. Ezt elcsináltam. Jó, most megcsináljuk jól. Túl sok bort ittunk szerintem. Nem. Most jó lesz, most jó lesz. Something's not right. Ja, bor jön. Oké. Hirtelen nem tudtam, hogy hol járunk. De megvan. Hello, stop soros. Ja, már betettem a bort is. Jó, oké. Akkor dobjuk be. Viszont... És inventory management... Csak egy pillanatra... Ezt átrakjuk. Most jól csináltuk. És valamilyen egy nyaklánc, valamilyen kulcs alakú hővel. Az ott egy ajtó, ami ide vezet, és itt a kincs. Mondjuk meg nem érte, az biztos. Legalább most már itt is szép idő van. Na jó, gyors meditáció. De hogy annak a nagy hókusz-pókusznak mi értelme volt a gyertyákkal, hogyha simán csak követni kellett a nyomokat. Hát na mindegy. Fura. Maradjunk annyiba. Jó. Ja, itt vagy, bocs. Nem, mindegy, menjünk tovább. Az a biztos. Mit rosszalkodtok itt? Comrade. By my troth, it is the Witcher who saved us from woe. Szívesen. Jó. Hát itt segíteni kellett ennek a lovagnak. Sok volt neki a ellen. Oké. Megyünk tovább. És nem bírja itt a terepet. Na jó. Tudom. Közel van, menjünk gyalog. Place of power.
Jó, akkor megyek körbe. Nem akar fölmenni. Hol van? Ja, itt van. Place of power. Should draw from it. Hát azért ez igen jól néz ki, még mindig azt kell, hogy mondjam. Hát jó. Mi ez a hely? Érdekes. Jó. Ez belement a quest, úgyhogy visszateszem. Már csak egy rész kell ebből a felszerelésből. Gyerünk tovább. Azért jó, hogy lejöttem ide, mert most mehetek vissza. Na gyerünk. Banditák. Nézzük a kincset. Egy csomó bor, hát nyilván, csomó pénz, és úgy nagyjából ennyi. Hát a bor az fontos. Oké. Gyerünk tovább. Girócs, minden rendben van. Nem történt semmi. Hortenzia Vini szőlős birtok. Aha. Hű, Rócs! Rossz helyen vagy. Szerintem mi is rossz helyen vagyunk. Be kéne menni.
felszabadítottuk a borászatot. Nem fontos, hogy tudjanak bort termelni, hát ez mindennél fontosabb. Visszajöttnek az emberek, indult a szüret. Szuper. Jó, gyerünk ide. Örülök, hogy segíthettem. Itt se vagyok. Elvileg itt valamelyik hegyre föl is lehet menni. Valamelyik ilyen nagy hegyre. Lehet, hogy ránézünk. Hello! Konkrétan pofán vert a bunkós bottal. De hát azért nem ezt várnám, maradjunk annyiba. Nem baj, újra csináljuk. Most meg csináljuk jól. Gyerünk. Kemények ezek a banditák itt Tüszamba. Együttéssel akárkit. A meccsnek akkor van vége, amikor a bíró lefújja. Jó, úgyhogy... Fókusz. Újra. Come on. Na. Most már rendben vagyunk. Itt a kincs. Hát vagy valami. Valamilyen utasítások. Valamilyen kincsről van itt szó. Ami itt van, elrejtve valahova. Hát keressük meg. Ez zárva.
Jól eldugták. Jó. Szuper. Visszateszem megint a questet, nehogy elmenjünk a dolog mellett. Jó. Na és ahogy látom, ez a kérdőjel van, illetve van itt egy Guardi Treasure, egy Monster Nest, még egy Guardi Treasure, egy kérdőjel, meg egy Bandit Camp. Ezeket csináljuk még meg ma. Hello, Kekerényi. Hát szerintem igen, de nem mostanában. Nem mostanában. Megmondom őszintén, hogy megvan a előtte lévő két AC is, a Origins meg az Odyssey. Azokat akarom először megnézegetni. És majd valamikor egyszer csak megnézem a Valhallát is, de biztos, hogy nem mostanában. Én egy picit, tehát hogy mondjam, tudom, hogy ez furá hang. Iha. Jó, bejöttünk ide. Tudom, hogy ez nem hangzik túl jól, de én megvárnám, amíg akciós lesz. 60 euró nekem egy picit sok játékra. Úgyhogy én megvárom még... Megvárom, még picit olcsóbb lesz. Aha. Hát, igen. Kicsit más a Origins meg az Odyssey, mint a korábbiak. Ez kétségtelen. De mindenképpen én játszani szeretnék velük. Mert mindenképp, de... Na, lesz Valhalla is, csak nem mostanában. Az az igazság, hogy olyan sok jó játék van manapság, hogy nehéz mindegyikkel játszani. Hát igen, Kekerényi. Valami olyasmi, amit mondasz. Igen. Ilyenkor irigylem azokat, akiknek tényleg az a főállása, hogy játszanak ezekkel a remek játékokkal, mert tényleg egyre jobb és jobb gémek születnek. Persze van egy-kettő, ami hát nem az igazi, ez kétségtelen, de azért tényleg remek játékok születnek, és főállásban játékokkal játszani, az bizonyos értelemben irigylésre méltó. Valószínű azokkal a fogletekkel kell itt elbánnunk most. Hát például igen, a VR-osok, de hát azért sok ilyen van. Hát nem sok, de azért van. Mi a jó Isten van itt? És meglátták Geraltot, és így elmentek. Azt mondja, nincs az az Isten. Oké. Okay. Jó, megvagyunk. Oké. Okay.
Hílelünk egyet, aztán meditálunk. Jó. Na nézzük a következő célpontot. Hát itt igen, ez már akkor itt a amiért jöttünk tulajdonképpen. De itt még mindig vannak fogletek. Go, go. Mindegy, most mellettük elszaladunk, az biztos. Hát itt az erdőn. Na, hála az égnek, itt meg valami pókok vannak. Csak már imádom a pókokat. Még egy puma. Jó nagy. Jó. Nem is ezt akartam, hanem ezt. Hílelünk egy kicsit, meditálunk, aztán nyomatjuk. Ez Lebiódának egy ilyen barlangja, vagy hát egy olyan barlang, ahol Lebióda volt. Geralt! Hát igen, kekerényi. Ilyen céges gép az... Hát az én céges gépem se az igazi. Meg hát hivatalosan ugye nem lehet föltenni rá játékot. Ugye ezért volt nekem kifogás, amikor még e-sporttal foglalkoztam, hogy hát azért van rajta játék, mert hát e-sporttal foglalkozok. Na nézzük. Prayer on each one. Maybe Merton left one too. Oh, okay. Ja, ilyen kívánságok vannak Lebiódához. Okay. Ó, oh, és itt van Mertennek a kérése. Hát igen, kekerényi, persze, hát az admin jog az jól jön, igen. PLC szimulátor, aha, aha. Hát nálunk ilyenek nincsenek. Én ha akarom, főrakom rá Windows, Linuxot, tehát... Nálunk ilyen komoly szabályozás nincsen. Jó, hát itt volt ez a... És a diagram hátulján volt. És a... Így van, a diagramnak a másik oldalán volt a... az imádság. Hát figyelj! Most nyilván te tudsz programozni, akkor azért egy nyelvet megtanulni az... annyira talán nem vészes. Nyilván meg kell tanulni a sajátságait. De igen. Érdemes, ha használni óhajtod. Akkor mindenképp. Jó, hát akkor tulajdonképpen ez a Scavenger Hunt megvan, akkor még megnézzük ezeket a
kis részeket. Meg ha már itt vagyunk, van még időnk, akkor megnézzük ezt, meg ezt. Úgyhogy akkor ide jövünk. Csak merre menjünk, jöjjünk erre. És itt van Roach is. Let's go! Bókokkal nem vacakolok. Hát igen, mibe kényelmes az embernek, persze. Hűha! Sok-sok vámpír. Ezen is javítunk, ha már itt vagyunk. Hát ezen a kettőn is. Picit. Megteszünk egy kis olajat a tűzre. Egy kis a vámpírok. Ez. Értek mindent. Mindent értek. Ha már erre jártam, meg fogunk dögleni, attól félek. Ó, Isten. Jó. Nem baj, most megcsináljuk jobban. 3 higher vampire-t így bedobni így egy rakásra. Fuss. Hát most mit mondhatnék? Utolért. Megunta. Püf. Vége. Örülök, hogy ezt így beadta. Hát mi van?
Okay. Ennek megint csak örülök. Na csak ez az egy van. Hát igen, kekerényi. Igen, az a ilyen file pointerek, meg file struktúra pointer, meg a jóik tudja mi, már nem is emlékszem teljesen, hogy is van, de elég nagy szívás tud lenni. Hát igen. De hát másra van, meg más miatt van úgy, ahogy. Nyilván, hogyha az embernek nincsen C++ fordítója, akkor úgy azért nehéz. Hát akkor ott vannak a fájlok. Na jó, ez is megvan. Meditálunk egyet. És megyünk tovább. Itt van egy kérdőjel. Jó. Úgyhogy oda megyünk. Közben rápillantok, mert hogy ez hol is van. Ez itt van. Jó. Akkor ide jövünk. Oké, jól emlékeztem, hogy valahol itt van a közelben ez a dolog. Most amúgy C++-ban a memória kezelés fog következni. Az még akár érdekes lehet. Ne, akár neked is, ha gondolod, bár szerintem olyan sok újdonságot nem fogok mondani, de jelenleg a memória kezelés C++-ba. Hát itt a hullákat nem akarom kirútolni, mert ez nem illik. De hol dönnyeg ez a... Itt egy place of power. Oké. Okay. Hát szokott idő. Szombat 9. Itt van alattunk valahol. Mi történik? Várj egy kicsit, kekerényi. Automód néha olyan fura. Nem tudom, hogy itt most mi történt velem alapvetően. Aha. Szerintem egy szerver lefagyott? Azért az se gyakori. De azért előfordul. Na hol a jó bánatban van ez a... Megyek össze-vissza, mint egy hülye.
Na bocsánat, hogy ezt mondom, de... Vagyunk, hogy abba a barlangba kéne bemenni. Jó. Bemegyek abba a barlangba. Ha be tudok, persze. Egy portál. Kéne egy kristály hozzá. Nem? Ah, ott is van. És itt egy levél. Jó, hát valamilyen archeológiai kísérlet. Betesszük ide a kristályt. Jó, hogy ez egy... Okay. Erre jövünk tovább. How you like that silver? Jó, mehetünk tovább. Hűha. Kicsit sokan vagyunk, nem gondoljátok? Hagyd már abba. Rettenetes. Jó, hol vagyunk? Ah, itt egy táska. Looks like it belonged to a witcher. És benne van egy csomó diagram. Zsír. Ennek nagyon örülök. Menjünk tovább. Erre nincs semmi. De akkor valószínű. Valakinek a síremléke valami királynak. Vagy hát síremléke, hát végső nyughelye. Igen, úgy mondanám. Ó. A witcher brought the ceiling down to bury his foes.
ended up burying himself too. Ó, és megvan a többi. Tökéletes. Hát szegény. Hát hogy mondjam. Nincs túl jó bőrben. Na. Ott jöttünk. Hát valószínűleg arra nem lehet kimenni. És ha jól láttam, akkor erre se. Így van. Pedig itt dünnyög. Fölöttünk a Place of Power. Vagy hát akkor megkeressük más felakijáratot. Aha. Valaki ide tette ezt a kulcsot. Jó, és akkor erre kell kijönni. Szuper. Jó, na, viszont csak keressünk már meg ezt a Place of Power-t. Na. Valahogy oda kéne följutni. Talán erre. Mondjuk úgy egyszerűbb lenne, ha nem esnék le. Ez egy labirintus. Ez már biztos. Na. Újra. Elvileg. Oké. Place of power. Should draw from it. Valahol alattunk van. De hogy jutok oda le? Erre. Itt is van. Meg is van. Szuper, szuper. Na, van itt még valami esetleg? Itt egy láda. Hát semmi érdekes. Erre viszont még csak megnézzük, hogy van-e valami. Hát, semmi különös. Jó. Na, akkor gyerünk tovább. Kászálódok ebből a labirintusból. Na nézzük. Hát ez a következő alapvetően. Így van. Egy bandit camp. Take him alive!
megunta. Oda jött Tarkonvert, viszlát Geralt. Jó. Akkor azért annyi eszem volt, hogy mentettem időbe. Úgy itt áll a menedékhelyen, vagy hát ilyen el van bújva, úgymond. Na, kezdjük újra. Bad idea. Oké. Ezek bosszantó dolgok azért alapvetően, de semmi gond. Nem szeretem, amikor sokan vannak. Maradjunk annyiba. Circle him! Circle him! Praised be the prophet Leviota! Recant your sins.
Oké. Nézzük a lootot. Elég jó. Mindenképp. Kicsit sok a cucc. Akkor egy-két dolgot elhajítunk. Oké. Na, menjünk tovább. Akkor nézzük meg ezt. Hát... vagy ezt. Hát ha már itt vagyunk lehet, akkor inkább ezt kéne. Jó. Hát úszunk egy kicsit. Drámerek. Folytó lidérc. Jó, kezdtük. Jó, én vagyok a hülye amúgy. Este van, már fáradt vagyok. Oké. Jó. Na, most már jó. Valamilyen elsőjött kincshez, vagy hát rakományhoz hívták ezeket. Hát gondolom ez valahol itt van, a közelbe. Valamilyen elsőjött hajó. Hát nézzük meg. Itt van a hajótest. Még egy csomó drowner. Hoppon lőjék minden. Hoppá. Gyere el. Van a hajó. Menjünk föl levegő, aztán visszajövünk. Ne legyen baj. És itt van a kincs. Hát jó sok cucc van ezekben egyébként, ezt kell mondjam. Totál megérte. Jó, na menjünk tovább. Csak benyomom ezt a questet, mintha lenne értelme most, mert ezt ma már biztos, hogy nem kezdjük el. Ja, úgyhogy akkor gyerünk ide, és itt fejezzük be a mai adagot. Ott egy ló. Ez nem lehet rócs. Vagy rócs? De miért nincs rajta? Kívül voltunk a rendertávon. Jó. Roach. That's it, Roach.
Gyerünk. Egy tehén. Come on. No. Mindjárt megyünk. Gondoltam, mentek egyet. Na, hol vagy? Hey. Oké. Szuper. Még itt kilútoljuk. Hát ez a naplemente, ez még mindig az egyik legjobb így a játékokba. Elképesztően jól néz ki. Jó, na gyerünk be ebbe a erre a kis félszigetre. Nézzük meg, hogy ez itt micsoda. Lehet, hogy amúgy ide majd vezet main quest. Ebben most nem vagyok biztos. De hát akkor majd visszajövünk megint. Ez a börtön. Á, ez mindent megmagyaráz. Aha, hát akkor gondolom nem nagyon lehet bemenni. Mondjuk bemenni egy börtönbe viszonylag könnyű. Aha. Jó, de mondjuk mi nem is a börtönbe akarunk menni. Nem, a kérdője az itt van, hát nézzük meg, hogy tudunk-e ott mit csinálni. Leugrok. És akkor úszunk egy kicsit. Na. Gyere, ne tökölj már, Léci. Escape Artist Journal.
tehát egy szabaduló művész naplója. Tehát itt a börtönből kellett volna kiszabadulnia, de valamilyen raptársa, valamilyen tünde kincsekről beszélt, valahol a víz alatt. A börtöntől délre. Oké. Hát gondolom akkor ezt kéne megkeresni. Aha, és akkor egy ilyen... Van itt valamilyen... alagút rendszer, aminek a bejárata itt van alattunk. Úgyhogy akkor nézzük meg. Aha. Itten is van. És akkor most keressünk meg a kincset. Hát, az egy fontos feature lenne, hogy ha lehet, akkor ne fulladjunk meg. Mondjuk lehet, hogy a kincs nem is itt van. Ja. Ez máshol jelzi, csak a kulcs volt. De egy menet közben ezeket összeszedegetjük. Ne gyerünk ki. Oké, és akkor... egy kis esti úszás következik. De hogy tudjunk haladni, ezért ez kihajít a minden. Mindjárt odaérünk. Azért Geralt nem egy hosszú katinka, azt meg kell vallani. Viszont itt már voltunk. Valamilyen portálon kellett bemenni, mert nem is emlékszem, hogy miért voltunk itt. Valamit kerestünk. Hát mindegy, ide kell most bejönnünk. És akkor itt van valahol ez a láda, aminek a kulcsát megtaláltuk. Szerintem az lesz az. Így van. Hát azért ebbe is volt cucc bőséggel. De már itt vagyunk, akkor visszük a többit is. Hagyjunk mást is az utókornak. Ja, itt van levegő szerintem. Jó, van. Ennek alapvetően örülök. Jó, akkor mehetünk is. Jó. Na. Kijövünk a partra. Na, kijövünk a partra. Remek. Meditálunk reggelig. Aztán nézzünk rá a questekre, mert valamit meg akarok nézni.
Ugye Treasure Hunt már csak az Ursingir van. Itt még van kettő. Melyik az a kettő? Hát csináljunk meg azt a kettőt, és akkor ez is meg lesz szerintem. Hát vagy... Nem, hagyjuk a következő alkalomra. Ja. Jó, akkor már csak ez a Treasure Hunt van. Így van. És ez is a mapnak ezen a részén van. Jó, hát akkor tulajdonképpen már csak ez a pár kérdőjel van. Itt ez a kettő, illetve itt ezek. És utána rendben is vagyunk. Jó. Oké is. Na, hát akkor, srácok, mára én azt mondom, hogy legyen ennyi elég. Elég jól haladtunk. Viszonylag jól haladtunk, úgyhogy hát még egy stream azért van, amikor én kicsit sidequestezünk, de ez már viszonylag gyorsan fog benni, mert tényleg ez már nem sok. Utána kikraftolgatjuk ezeket a Grandmaster gíreket, aztán rá a következő streambe pedig be is fejezzük most már, vagy legalábbis reméljük, hogy befejezzük, de meglátjuk, hogy hogy sikerül. Jó, úgyhogy én elköszönök. Nagyon szépen köszönöm a followokat, csireket, donéteket, szubokat, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legközelebb stream szombat reggel lesz, programozunk, elkezdjük a memóriakezelést. A jövő heti programot meg majd látjátok. Nagyon fontos, vasárnap is lesz most stream, mégpedig egy ilyen közösségi modot fogunk megnézni, mégpedig a Farewell of the White Wolfot. Ami egyfajta ilyen közösségi elképzelés annak, hogy hogyan is kellene lezárni Geralt történetét. Hát, nagyon kíváncsi vagyok. És ráadásul a Witcher 2-höz írták a modot, úgyhogy egy picit visszabb is kell mennem, mert hát rég játszottam a második résszel. De hát meglátjuk, én nagyon kíváncsi vagyok erre a modra, szerintem biztosan remek lesz. Jó. Szóval ez a heti program. Jövő hét meg majd látjátok. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Legyen további szép estétek. Na, szevasztok!